Nagy utasszállítók között kisgépek gyakorolnak, Airbusok, Boeing 737-esek mellett business jetek érkeznek. Magángépek pilótái néha szokatlan kérésekkel fordulnak a tornyoshoz. Az a legjobb, amikor az ember jó tempóban tud dolgozni. Jönnek, mennek a gépek, besimulnak a forgalomba. Hogyan koordinálják a forgalmat a légiforgalmi tájékoztatók? Miben tér el ez a munka a klasszikus légiforgalmi irányítástól? Hogyan segítik az induló és érkező gépek pilótáit? Mi mindenre kell odafigyelni a debreceni toronyban? Mennyire ismeri ki 25 éves tapasztalattal a háta mögött a tájékoztató tiszta helyi időjárást? Kimegy az ember, körbenéz, főleg amikor esetleg változik a szél. Milyen nomád körülmények között zajlott a forgalom koordinálása a szovjet egységek kivonulása után? Irány Debrecen, történetek a toronyból. Szolgálatba érkezik a debreceni repülőtér egyik légiforgalmi tájékoztatója, Szabolcsi Ferenc. Azóta koptatja ezeket a lépcsőket, amióta a 2000-es évek közepén elkészült az új torony. Ám ő már előtte is itt dolgozott a repülőtéren. Na, meg milyen forgalom van? Várjuk majd, a vizet fog elmenni az ötös állóhelyről, meg a viszki. Akárcsak Európa számos repülőtere, a debreceni és hónapok óta meglehetősen csendes, de mindenki készül a járatok újraindulására. Ilyenkor a toronyban is kevesebb a munka, nem is szereti ezt az időszakot a tapasztalt repülés tájékoztató. Ezen szoktuk visszahallgatni a forgalmat, vagy ha valamit érdeklődünk, nem értettük tisztán, akkor nem megkérdezi az ember, hanem gyorsan visszahallgatja, hogy mit mondtak. Így akkor letisztult a légtér, megnézzük beállításokat, QNH, magassági szűrőt be szoktuk állítani, fénytechnikát megnézzük, hogy hogy áll. Volt sajnos, hogy úgy felejtettem a papit, másnap reggel vettem észre, de szerencsére 4.40-es égő csak, tehát nem tette tönkre a céget. Nem pörgött a villanyóra, nem táncolt a villanyóra. Gyakorlatilag, amikor átveszik a szolgálatot, ennyi. Meteoro helyzet, mi van forgalomban esetleg élő, amikor jövő menő gépeket, meg mi várható. Ezt az ember utána a pléneket sorba teszi, ahogy a időpontok szerint, és fülel les. A debreceni toronyban nem légiforgalmi irányítás történik, hanem tájékoztató szolgálat működik. Ez azt jelenti, hogy az itt dolgozók nem utasításokat adnak a pilótáknak, hanem ellátják őket minden fontos információval. A végső döntést a repülőgép személyzete hozza meg. A pilótájé az utolsó szó, a felelősség nagy része is az övé, míg a feljegyen a toronyban, tehát az irányító szolgálatnál az irányítóé az utolsó szó, és a felelősség az övé. Gyakorlatilag mi nekünk is ugyanazt a dolgokat meg kell csinálni, mint az irányítónak, csak hát pont ez az, hogy jogilag itt egy kicsit más. Igen, Vétrán vagyok. Milyen magasra szeretnétek majd emelkedni, mit koordináljuk? Hát attól függ, hogy milyen direktet fogunk kapni, mert ha el kell menni a szlovák határig, akkor... Szabolcsi Ferenc kollégája egy Budapestre átrepülő Airbus A321-es személyzetével egyeztet az útvonalról és a tervezett repülési magasságról. A tájékoztató tiszt ilyenkor kapcsolatba lép a Hungarokontroll szakembereivel, és velük koordinálják a részleteket. Akkor mikrát megkérjük, és 200-220. Kifejezetten izgalmassá válik a szolgálat, amikor közbeszól az időjárás. Télen az alattomos köd, nyáron a hirtelen kialakuló zivatarok adják fel a leckét. Előfordult, hogy egy-egy novemberi vagy januári szürke ködös napon Szabolcsi Ferenc fél percenként mondta be a rádióba a friss időjárási adatokat egy Debrecen mellett várakozó géppilótáinak. Egy a Meteor is, a fejlesztésekben beletették a RVR-t, most már egyértelmű a dolog, mert bizony eleinte még ilyen vizuális alapján nézték a pályamenti látást, kiment az előteres, megszámolta hány lámpát lát, annyiszor 60, ez azért bizonytalanabb. Most jó pár éve már itt van az RVR. Vízszintes látástávolságmérő. Igen.
köznapi nevén két mikrobia pálya mellett, ami egymást nézi. Igen, és kérlek szépen, így most már eléggé egyértelművé tett a dolgot, hisz az ember segítene is nekik, de van egy bizonyos határ. Egy jó, szóval a előírt minimumot az nem lehet átlépni, az egy evidens, az egy szigorú szabály, de és a köd az meg alattomos. Pillanatok alatt szépen besűrűsödik, de lehet, hogy 5 perc múlva javul, na, akkor holdingból kezd süllyedni, igen, de mire a gép lesüllyed 5-6 ezer lábra, 3000-re, akkor megint bejön a sűrűség. Tehát ilyenkor nem irigylem a kapitányt. Volt nem is egyszer, amikor sajnos azt mondta, hogy elfogyott a keró, ami ide lehet, most már neki, ha tetszik, ha nem, irány Ferihegy, és kitérőre kellett kitérőre menni. Ettől egy fokkal jobb az, amikor zivatar van a reptér felett, mert az előbb-utóbb 10-20-30 perc múlva arrébb megy, vagy kifúj. Pláne nyáron szétesik. Oké, hogy szupercella nagy gondot tud okozni, de amilyen gyorsan jön, olyan gyorsan igen, megy. De az a téli, ködös időszak, főleg amikor az a dél-keleti szél van, Berettyóújfalu felől, és azt hozza be, az elég tartós. Ilyen a látvány a pilóta fülkéből, amikor nem sokkal van a minimum felett a vízszintes látástávolság a pályán. A toronyban eltöltött 25 év alatt az ember a környéken uralkodó időjárást is kezdi kiismerni, magyarázza a szakember. Kimegy az ember, körbenéz, főleg amikor esetleg változik a szél, meg volt, amikor bizony úgy rohantunk ki gyorsan, megnézni, amikor ködös az idő. Uh-huh. Más a üvegen keresztül, megint egy kicsit más innét, hogyha a szabadból nézett. De igaz, az már, szóval akkor már necces. Amikor még nem voltak korszerű meteorológiai mérőberendezések, addig a toronyban dolgozók gyakran a környéken lévő tájékozódási pontokat figyelték. A meteorológusok ugyanis összeállítottak egy listát az innen látható jellegzetes épületekről, hogy melyik milyen távolságra van a repülőtértől. Az iparterület két jellegzetes kéménye például 2200 méterre épült a légi kikötőtől. Ha már azt látja az ember, akkor már nagy nap baj nem lehet. Ha Szepes, ott van Szepes, az olyan 1600 méter, az már semmi gond. A kanyar az alfa gurulóban, az 1000 méter, ha azt látjuk, akkor már az ember megnyugodhat, hogy akkor már a minimum felett vagyunk. Tehát ezek a gyakorlati dolgokat megtanulja az ember, ez könnyebbé teszi a munkákat. Itt mi a minimum? Tehát aminél még lejöhet a repülőgép? Egyes kategóriájú illesünk van, tehát a decision height, az elhatározási magassága 60 méter, a vízszintes pályamenti látás pedig 550 méter. Ez alá, ha valamelyik is rosszabb, akkor egyértelműen vagy holdingol a gép, még javul, ha meg nem javul, és az a szükséges elégette azt a megfelelő üzemanyag mennyiséget, amit utána már nem maradhat itt, akkor megy kitérőre. Ezen a napon is mozgalmas az időjárás, egymás után söpörnek át az ivatarok a repülőtér felett. Gyakran erős, 60-70 km/órás szél kíséretében. A látvány viszont a toronyból is lélegzetelállító. Szabolcsi Ferenc először vitorlázott, majd Mi-8-as helikopterpilótaként kezdte a pályafutását a seregben. Aztán szemüveges lett, emiatt nem repülhetett tovább. Ekkor kereste fel a 80-as években jelentősen fejlődő nyíregyházi repülőteret, ahol tornyosként helyezkedett el, hasonló munkát végezve, mint most Debrecenben. A repülés során szerzett tapasztalatokat jól hasznosítja a tájékoztató szolgálatnál. Közös felület van elég nagy, hogy ne? És ez és szeretem a rövid kérdéseket, a rövid válaszokat. A halálom az, amikor valamit mond az ember a pilótának, vagy megkérdezi, hogy mi a szándéka, ástartól, tacsengózik, vagy légtérbe megy ki, és akkor hosszú ideig kezd beszélni, hogy mit szeretne. Részben itt most már gyakran van, hogy 3-4 kis gép, 4 kis gép is csinálja le is látokat, meg a ILS-be jöveteleket, blokkolja a frekit, meg ha
sokat beszélnek, akkor többet kell odafigyelni arra az illetőre, és akkor a másikokra egy kicsit talán kizökken az ember. Holott ugye pont ez a fónia, ez arról szól, hogy a lehető legtömörebben, a legszükségesebb információkat a leghatékonyabban célba juttatni. Igen, tehát nem szerencsés Ádámtól, Évától indítani egy-egy óhajt-sóhajt. Itt az, hogy most ki kedves, nem kedves, arra nincs idő. Nincs idő. Itt a munkában van jó párszor, hogy esetleg felhív a üzemegység vezető, vagy a főnökség, akkor szó nélkül az ember, ha felkapja, azt mondja, hogy ne arra, hogy forgalom van, majd hívlak. Itt sorrendeket kell felállítani. Légtérben lévő gépek, meg azok, ahol forgalom a első, utána itt a egyéb dolgok, és utána jönnek csak bárki. Feleségét is ugyanúgy kinyomja az ember ilyen, hogy ne aggódj, most nem érek rá. Hotel Alfa, Alfa Romeo, Papa Colli. Hotel Alfa, Alfa Romeo, Papa Colli. Pass your message. Reaching setting information zone boundary. Hotel Alfa, Alfa Romeo, Papa. Otthon a családdal is fóniában kommunikálsz, legalábbis a hosszát tekintve, hogy röviden, tömören mindenkivel? Ez szakmai ártalom, kérlek szépen, bizony, hogy volt jó pász, amikor megyek a város Nyíregyházán, ott a központi térnél, meg a legzsúfoltabb utcakezdődés, és akkor pillanatokat szétoztam fejbe, hogy ennek erre kell menni, arra, nem úgy megy. Az asszonynál meg, ha kérdezek valamit, akkor elvárom, hogy egy-két mondatban válaszoljon, de ez még 30 év valahányi után még nem mindig jött. A szovjet repülőezred 1990. május 18-án vonult ki a repülőtérről. Az itteni egységeket Murmanszba helyezték át. A katonák számos olyan berendezést, műszaki eszközt vittek magukkal, ami jól jöhetett nekik az új bázison. Olvasható a Déli bábok légterében című könyvben. A rendszerváltás utáni néhány év a próbálkozások meglehetősen mozgalmas időszaka volt a légikikötőben. Szabolcsi Ferenc ekkor került a repülőtérre. 96. május 21-én volt az első szolgálat, amit itt adtam a debreceni repülőtéren. Akkor még hát elég elhagyatott volt a terep, teli volt bunkerekkel, különböző fedezékekkel, hát ahogy a meg elbukrosodott területtel. Akkor a 96-ban még a másik épületnek a tetején volt a régi orosz irányító pont, ami egy nagy vaskalitka volt. Nyáron jó meleg, télen jó hideg, ilyen rések voltak, közte húzott be a szél. 10 voltunk, akik kezdtünk itten, én maradtam most 25 év után abból a csapatból. Akkoriban havonta körülbelül 200 gépmozgás történt a reptéren. A kisgépek mellett rendszeresen érkezett egy kazakh 234-es, majd egy Tel Avivi légitársaság is üzemeltetett ide charterjáratokat, mégpedig Boeing 737-essel. De megfordult a debreceni betonon Boeing 727-es, Airbus A310-es, DC-9-es és 254-es is. 1990 után az útkeresés számos üzemeltető váltással járt, de időről időre járatnyitási törekvések is voltak. A rendszerváltás után egy évvel például az Air Service AN-2-essel bonyolított belföldi járatokat, egy 16 férőhelyes L410-essel pedig Ungvárra repült. 1994-ben itt rendezték meg a motoros repülővilágbajnokságot. Aztán voltak olyan törekvések, hogy egy JAK-40-essel indítanak charterjáratokat. A tájékoztató szolgálat munkatársai minden esetre nem unatkoztak. Érdekes emberek jöntek, főleg 2000 után, amikor megnyitottunk, különböző bizniszjettek, kisgépes repülésből volt, főleg amikor Románia is egy kicsit nyitott, akkor meglepően sok gép jött, kisgép Németországból, Franciaországból, és mentek tovább Romániába. Itt nagyon gyakran itt tankoltak, jövet menet, mert akkor egy időben még ott úgy tudom nem is volt repbenzinjük. Tehát akkor elég változatos volt a forgalom, kevés volt a járat, voltak érdekesek a Malévinek is, Ferihegy, Debrecen és tán a Görögország,
ami egy idő múlva megszűnt. Egyébként idén 20 éve annak, hogy a repülőtér nyilvános, nem kereskedelmi, a nemzetközi forgalom számára megnyitott légikikötővé válhatott, egy évvel később pedig a kereskedelmi minősítést is megkapta. Akkoriban nem volt ritka, hogy egy-egy repülőgép pilótája furcsa kérésekkel fordult a torony munkatársaihoz. Jöttek kis géppel, vagy ilyen kis utasszállító géppel, és akkor pilótamának, amikor elmondtuk neki, mi a pálya, mit lehet, mi a időjárás, akkor még azt mondta, hogy oké, én mennék gyorsan vissza, rendeltek már nekem két pizzát. És akkor semmi gond, mi hívtuk a ismerősöket, két pizza, vagy volt, hogy a utasom gyorsan menne ki, kéne taxi. Mire leszállunk, legyen ott taxi. Maximum megkérdeztük, hogy hova megy, Debrecenbe, vagy valahová arrébb, mert akkor rendeltük a taxit neki. Ezt a Ferényen az irányítók nem igen csinálnának ilyet. De szóval ez ennek a szakmának, vagy munkának is a érdekességei. 2005-ben vették birtokba a légiforgalmi tájékoztatók a mostani tornyot, ami jelentős változást hozott a szakemberek életében. Mai napig is nagyon tetszik a csodás innét a kilátás. Legszebb, legjobb hely Debrecenben innét kilátni. Az biztos is. Északot könnyű belőni, mert ott a nagy templom a két tornyával, arra van észak. Ide 2005-ben települtünk át ebbe az új toronyba, ami csodás volt, egy hétig csak a látványokban gyönyörködtem, belátszik egész szépen Debrecen minden, és meg a kényelem, jobban zár, jobb a légkondicionálás, jobb a fűtés, szóval teljesen jól éreztük magukat. Akkor alapján volt egy rádiónk, egy telexünk, meg gyakorlatilag szinte ehhez képest, hogy most van, szinte semmi. De egyszerűbb voltak berendezés, kevesebb volt a számítógép is, azóta felfejlődtünk, főleg a Meteorral, meg ami nagyon jó, a LAN, ami átfogó képet láthatunk benne bármikor a környékbeli repülőgépekről, hisz van, amikor kisgépek jönnek, mennek, és jelenti, hol van, és így meg, ha ide akar jönni, vagy innen akar menni, akkor könnyebben tudunk neki segíteni a besorolásnál, vagy a távozásnál, hogy merre menjen. Közben elindul a Budapestre tartó A321-es. A korábbi forgalom visszatérését várják már az itt dolgozók, hiszen az az izgalmas szolgálat, amikor folyamatosan történik valami. Az a legjobb, amikor az ember jó tempóban tud dolgozni. Jönnek, mennek a gépek, besimulnak a forgalomba, nincs nagy probléma a várakoztatással, de amikor meg nem csinál semmit az ember, de itt kell lenni, az egy kicsit, hiszen ennek a szakmának az a lényege, hogy pillanatok alatt el kell döntened, mit csinálsz, szabályos is legyen, és ilyenkor, amikor nincs mit csinálnak, az ember gyakran unatkozik, nem mondom, akkor is megnéz az ember a forgalmat, időjárást, a notamokat, amik vannak újak, helyi előírások, ha változnak, azt tanulmányoz az ember, de az, hogy amikor mennek a gépek. Ezt főleg 19-ben éreztük nagyon, mert akkor volt itt most jelenleg a csúcsforgalom. Az csodás jó volt, fárasztó is, mert a nagy forgalom miatt nagyon sok slot is volt, és ilyenkor akkor mindenki feszült, meg eléri, hogy osztuk el a forgalmat, hogy a gép még el tudjon menni a slot alatt. Tehát az egy jó izgalmas időszak volt, ahhoz képest, ami most van, egy csendes, amit igazából nem örülök. A tapasztalt légiforgalmi tájékoztató leginkább a régi technikát kedveli, amikor egy-egy IL-62-essel vagy MD-80-assal találkozhat. Az elmúlt években rendszeresen megfordultak a bolgár charter légitársaság MD-80-asai Debrecenben, nem egyszer látványos megközelítéseket végrehajtva. Azoknak a gépeknek még van saját jellemzőik. A 30-45 gépek ránézett az ember, és tudta, milyen típus. Én sokáig a 737-es meg az Airbus simán összekevertem, mert már annyira egyformák, hogy nem kifejezés. Hát a eleve a MD-80-as, még én a DC-9-es. Igen, ezt akartam, hogy lánykori nevén DC-9-es. Igen, az egy csodás szép, mint egy nyílvessző. Olyan szép és látványos. Sőt, ez menni tud fölfelé.
meg leszállni volt, vadászpilóták csináltak, és szép időben, tengeri irányú szélben, hát bizony szépen úgy besüllyedt, úgy emelkedett, ami látványos volt. Vizuálban jött, totál jó idő volt, és abból csak ott egy siklásból, mint egy vitorláz, olyan szépen leszállt, ami megdobogtatja az ember szívét. Amikor még itten több kis gép járt Németországból főleg, volt még a bizony a 2000-es évek elején még, amikor a helyzet is kicsit más volt, jöttek repülőklubosok, 2-3 géppel leszálltak Pöstjénbe, Kassán, ide, tehát egy szép kört repültek Európában, és volt olyan csapat, feljött, itt elbeszélgettünk, tetszett nekik, lefényképeztek, és utána 2 hét múlva kaptam Németországból a fényképet, köszönve. Vagy egy angol hölgy, 152-es Cessnával itt fél Európát meg Észak-Afrikát berepülte, csak úgy hobbiból, és itt volt több napig, vele még most is ilyen levelező kapcsolatban vagyok. Egy csodás, egy igazi olyan nő, aki profi pilóta is, és szóval ezek, és utána ő is küldött fényképet, meg megköszönte. Ha nem szeretnél lemaradni a további repülős tartalmakról és repülős videókról, akkor csatlakozz a követőink táborához. Ha pedig támogatnád az Aeroparkban kiállított történelmi repülőgépek újjászületését, megújulását, kérjük, keresd fel a videó alatti leírásban található támogatói felületeket. Leave a left, clear for takeoff, wind 320 divisit 9 knots.